Az idei évben rekordszintre ugrott a napraforgó területe hazánkban. A dolog nem meglepő, a terményárak és az input költségek tükrében logikus lépés volt a termelők részéről a növény fokozott vetése. Ugyanakkor az asszály alaposan megviselte a kukorica mellett ezt a haszonnövényünket is. Az aranybulla ZRT földjein rövidesen megkezdődhet a betakarítás, de a minőség bizonyosan megsínli az elmaradt csapadékot. Napraforgó egy darabig bírta ezt az aszályt, de most már a végét járja, sajnos nagyon meg fog látszani a termésen is, és hát a beltartalmot meg még nem tudjuk, de nagy valószínűséggel ott is csak csökkentett olajtartalommal fogjuk tudni betakarítani. Mivel a napraforgó a legfontosabb és a legnagyobb területen termesztett olajnövényünk, és meghatározó szerepe van a hazai növényolaj termelésünkben, aggasztó a várható mennyiség. Pillanatnyi állapot szerint talán augusztus végén elkezdjük, hát időjárás függő lesz ez is, de hát sajnos nagyon úgy néz ki, hogy csapadékra nem számíthatunk. Annak tükrében is riasztó a helyzet, hogy hazánk az Európai Uniós tagországok között az egyik legnagyobb napraforgó termelő, és a gazdaságok zömének kiemelten fontos a termesztése.